2001. szeptember 11-én egy keddi napon az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet támadást intézett az Egyesült Államok ellen. Két eltérített repülőgépet vezettek a World Trade Center két tornyába, melyek nem sokkal később összeomlottak. Washingtonban egy harmadik eltérített gép az amerikai védelmi minisztériumra, a Pentagonra zuhant. Egy negyedik gép az utasok ellenállása miatt Pittsburgh közelében zuhant le. Mintegy 3000-en haltak meg. A merényletek után az Egyesült Államok háborút hirdetett a terrorizmus ellen. Még abban az évben, október 7-én hadműveletet indított az Al-Qaida vezetőinek menedéket adó afgán rezséme ellen. Osama Bin Ladennel tavaly májusban pakisztáni területen végzett egy amerikai kommandó. A merényletet kitervelő és irányító Khalid Sheikh Mohammed, Bin Laden egykori műveleti főnöke és négy bűntársa amerikai kézre került ügyüket a Guantanamo-i amerikai támaszponton katonai esküdtszék előtt tárgyalják. George W. Bush elnök 2003-ban szeptember 11-ét nemzeti ima és emléknapnak és a hazafiasság napjának nyilvánította. Ezen a napon minden évben megemlékezéseket tartanak. Tavaly a 10. évfordulón New Yorkban felavatták a szeptember 11-i emlékhelyet, melyre rávésték az összes áldozat nevét.